arccal a közszolgálat felé. Képzeld, Zoltán, ez azért egy siker neked, mint művésznek, hogy többen kérdezték tőlem, hogy akkor most mi van, láttak reketjét a Spárba, a itt-ott, amott. Csak a Spárba. Konkrétan azt kérdezte legutóbb egy néző, hogy ezt megveheti-e, és mondtam neki, hogy haver, üvöltve, garanciát vállalok rá, ha nem ízlik, átveszem, mert ez nagyon jó. És akkor Zoltán mondta, hogy hát ha már áthívtam ezekre a remek cillertálokra és amerikai, hogy akkor nézzük már át, és hozhatná el, tudod. Tegye fel a kezét, akihez nem vihetne. Igen. Annyit szeretnék most még mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adsz arra, úgy hogy kivágunk. Ezt úgyse fogod kívánni. Zoltán. Az történt, hogy hosszú évek után lenézted, azt mondtad te is, hogy hát ez a szupermarketekben sört árulni, hát ez nem jó. Tudod mit? Tökre őszinte leszek. Lehet, hogy megbánom, de elmondom. Az az igazság, hogy ebben és még őszintére se itta magát. Igen? Tehát az az igazság, hogy van ez a magyarországi söripar, és ezzel tetszik, nem tetszik, az van, hogy egy csomó mindenben mi pioneerek vagyunk. Tehát, hogy elsőként csináltuk a dobozos sört, az egyszerű, nem túl variált söröket, aztán elkezdtünk hülyeségeket csinálni, de azt mondjuk... Már most a Rekete Brewery-ről beszélünk. Igen. És az egyetlen egy dolog, amiben nem mentünk bele, az a retail. Tehát a nagykereskedelmi láncoknak való értékesítés. Ez az én telefonom. És ez az egyetlen egy dolog, amiben... Ez a Sasha Lager, ilyet viszünk Józsival legközelebb Horvátországba. Vagy nem, vittünk? Nem, ezt nem vittem. De ez iható, nem? Amiben nem voltunk, amiből kimaradtunk hosszú éveken keresztül, körülbelül 4-5 éve, amióta mindenféle más prominens magyar sörfőzde értékesíti a söreit ezekben az áruházláncokban, ebből mi kimaradtunk. Ennek meg volt az oka, egyrészt az, hogy nem szerettük volna a viszonteladóinkat, a craft sörboltokat olyan helyzetbe hozni, hogy kapható ez itt is, és akkor miért kapható ott másért. Másrészt azért, mert nem voltam benne biztos, hogy tudnánk hozni azt a szintet folyamatosan, amivel nem szopatjuk be saját magunkat, mint ahogy nagyon sokan ezt egyébként meg is szívták. Szilárd, elégedetlen volt ez, hogy nála most csapon van a Braindance, vagy valamelyik? A lab. És akkor most akkor igen, hogyan bocsánat, állja? ezek a 033-as kiszerelések, ezek amúgy nem a saját piacunkra vannak. Tehát, hogy a Sour Shower meg a Technoláma megvehető, de az... És a Sour Shower, ez nem ugyanaz, mint amit Szilárd árul, mert az sokkal, ez négy feles. Nem, ugyanez. Lehetetlen. Szerinted tényleg azt gondolod, hogy csinálok igen, másik címkét? Igen. Hát akkor... Nem másik címkét, másik beltartalmat. Nem. És az az igazság, hogyha oda mentünk volna a Spárhoz 4 évvel ezelőtt, és azt mondtuk volna, hogy összesen, nem tudom, 100 000 darabot tudunk adni típusonként havonta, akkor valószínűleg elküldtek volna minket a francba, ettől sokkal kevesebb, tehát 2000 darabban határoztuk meg egyébként a limitet havonta. Most úgy, hogy a többi sörfőzde, akinek ezúton is köszönöm, hosszú évek kemény melójával kitaposta a Spárból azt, hogy elfogadják azt, hogy egy kis üzem csak ennyit tud esetleg termelni, simán elfogadták. Mondtam, hogy havonta 2000 doboz az, amit maximum tudunk adni egy adott típusból, és kész. Mit gondolsz erről, a lagerről? Nekem ez óriási kedvencem. Bár nem tűnik lagernek egyáltalán. Most így, nem tudom. Nekem... De innál, nincs benne, nem? Nagyon innám. Ez Horvátországban... Direkt vennék hozzá egy olyan hűtőtáskát, hogy nagyon sok beleférjen. És akkor hogy választottad ki, hogy melyik? Ja, melyik egy megy... 15-ös szelekciót adtam. És 15? Ja, hogy ők választották. Ők választották, igen. Ezt egy kicsit felráztam, bocs. Upszi! Nem tudom. Mad Scientistnél most kár örvendően elmosolyodnak, hogy nem, megint túltöltötte a dobozt a rekettje. A balfasz. Hülyes párnak mennyit adott. Nem részegen kéne dobozolni, ez a probléma. Dobozoltán? Na, ezt nem akartam kimondani, elnézést.
Tessék. Várj, ez most búza? Búza. És amit te hogy hívsz? Vidbír. Jó, hogy ez egy vid? Meglepő. Meglepő, ám de el nem ítélhetem. Nem, mondom. Úgy értettem, hogy vit, mint belga vit, de ez... Nem, veat, nem vit, hanem vit. Igen, értem. Ugye ezzel annyi van, hogy... Ezt nem is láttam én ezt a csajos. Ez a... De láttad, és ez én és a bátyám a Csillaghegyi strandon gyerekkorunkban nézzük a nőket. Kicsit... Nincs ebben valami... Curaçao, narancshé, vagy valami keserű? Mi van bennem? Nem. Az eredési hőmérséklettel játszunk arról, hogy egy picit alulról indulunk, és aztán hagyjuk elmenni. És a Whirlpoolban kap citrát. Tehát egy kicsit karakteresebb az egész. De innentől kezdve viszont van a... De az a zsibasztó szegfűszeg íz, az nagyon... Igen, de az a maga, tehát a búzaélesztő a magas hőmérsékleten ezt hozza. Viszont a banános meg a másikon. És ennek a kettőnek a kompozíciójából jön. Szerintem ez is egy ható. Vicces. Nem tudjuk, hogy ez pontosan jó értelmezés. Hogy egy olyan búzasör, nem emlékszem ilyen búzasörre. Tehát mit tudom én, a müncheniek között. Tehát van benne valamilyen érdekes, száraz. Az elején van valami... egy fanyarság, és talán jön egy ilyen viszonylag fűszeres. De mintha nem az élesztő csinálna a szegfűszeggel, mintha tele lenne igazi szegfűszeggel, amitől én már Pavlovi alapon zsibban a nyelvem, azt érzem. Nincs. Semmi. Elhiszem. Azért mondom, hogy Pavlovi alapon érzem, és nem ízlelés alapon. Haladjunk, hiszen valaki unatkozik mellettem, a művész úr, a sztár, a császár, a pápa, a sörpápa, a sörnyitók királya. Jó, Berliner Weisse, Brain Dance. Ugye ez egy tárkonyos Berliner Weisse, ezt a sört... De a spárban nem adnak hozzá 3D szemüveget, igaz? Nem. Ja, nem az alaphoz volt, nem? Ez nem. Ugyanaz, analóg 3D mind a kettő. Úgy tűnik ez is egy picit overfill. Overfill. Ja, ez a tárkonyos. Igen. Ja, már emlékszem. Rindansz. Ez egyébként, én ezt nagyon élem, ezt a sört. Ez nyáron 3,7%, savanyú, tárkonyos, kicsit olyan, mint hogyha egy fahéjas, meggyes rétest zabálnál sikítva. Fahéjas, meggyes, rétes, mondjuk. Ez az utolsó dolog, ami eszembe jutna róla, még a harmadik világháború is hamarabb jönne be. De a tárkony, ez akkor, ez anno domino. Mikor? Akkor! Ez anno domino, mintha savanyúbb lett volna. Az az igazság, hogy... A fejünkben talán, mert közben ittunk már annyi kromofágot, hogy... Inkább ezt mondanám, tehát, hogy az van, hogy asszimilálódtál. Megszoktad a savanyút. Igen. Ha most például visszakóstolnád a Szilárdnak a Sugar Lipsiét, ami... Nem tudom visszakóstolni, felrobbant a tárolóban. Hupszi! De hát ennyi idő után legális, tehát 2 éves volt talán. Nagyjából. Eltettem rosszabb időkre. És akkor jöjjön a csodálatos... Ez volt az első góza szerintem, amit életemben ittam. Mert hogy Magyarországon is ez volt az első szándékosan savanyú sör. No. Igen. Az első szándék, mekkora beszólást tudod, hát ups, sokan hoztak ki savanyú sört, de azt nem feltétlen úgy akarták. Hát mint a foci meccsen, tudod, nem biztos, hogy lövésnek szánta, igazából beadásra állt a lába. Elégedett vagy? Melyik részével? Melyik részével nem vagy elégedett? Hát pont, hogy nem. Hát ez egy szüretlen boldogság, és hidegkomlózva van, szétgózézva. Gózoltál? Téged könnyű izgatni, nem kell neked, nincs szükséged Bluetooth vezérlésű gés anál golyóra, mint az amerikai sakkozónak, tudod, amelyeknek úgy morzézták le a lépéseket. Cecil 2, elemér 5. Már eszembe jutott, hogy mit képjek. Senkinek se ajánlom, hogy ilyen viharos tempóban így a végig a repetje retail line-napot. Én úgy érzem, hogy te itt feszíted a tempót. Ez formákban is erősebb volt, vagy hát ilyen... Nem, hát figyelj, nem, én egyébként... Az ízmemóriánk, igen. Én egyébként nagyon sokat adnék azért, hogy ami lehetetlen. De hogy így vagy visszamennék most a mostani kóstolátusi tapasztalattal mondjuk 2012-be, és megkóstolni a távoli galaxist akkor,
Hát ez, mi megcsináltuk, és tényleg érdekes, hogy akkor olyan volt, mint egy atombomba, letépte a fejed, és igen. Most azt mondod, hát nem is írva, egy apának. Klasszik. Egy ilyen közepes apának mondanak. Figyelj, ez egyébként szerintem most is... Mondja József. Összehúzza, jó. De nem, de... Száj összehúzó oldásom? Szerintem, ami ebbe a jó, nem akarok nagyon sokat elidőzni ezen, szerintem ebbe az a tréfás, hogy a gózét hozza, de közben a komlósségek annyira szépen kereken, van. Tehát hogy körbe ölelik ezt az egész. Tehát nem túl fanyar, nem túl sós, de nem azért nem túl fanyar és nem túl sós, mert nem olyan a pH-ja, vagy nincs benne annyi só, hanem mert a komló az egészet egy kicsit... Ja, hogy ezt így akartátok. Igen, abszolút. Igen. Hányat főztetek ebből, mióta létezik? 200-at. 100, sokat, nagyon sokat. És azért a potikat tekergetted? Tehát az hogy egy kis citrával hincsik meg a végén, egy kis galaxi. Volt ilyen, nem, annyi volt, ez Nelson Savinnal van hidegkomlózó alapból. Moto LK-val próbálkoztunk, mind a Nelson Savin az ugye Új-Zéland, vagy... Új-Zélandi. Nem, az Ausztrál, ja, a Moto LK az Új-Zélandi. Próbálkoztunk ezzel az aromazzal, és ennek egyébként van ebben egy ilyen tök jó pudva. Tehát egy ilyen ide, ami a rendes laktó tejsavas erjedésnek az abszolút jellegzetes mellékíze, amitől a krémesség, meg a száj van a jelenlét is. Tudom, hogy ezt nem szokták túlságosan a sörfőzők felhozni pozitívként. Egészség! Fingott a macska. Jól csináltad, Ius. Édesem. Fújjad, édesem, fújjad. Pont a lényeget mondtam volna. Nem, ezt a kudva. Pudva. Bár nem tudom, milyen értelemben vett pudva, mert időnként mondjuk ilyen Pilsner Urquell jellegű cseheknél rácsod a Radegast. Hogy A Radegast, ami... Ez kibaszott savanyú egyébként. És tök jó sós a vége. Lehet, hogy Horvátban kurva sokat ittunk belőle, emlékszem. Nekem ott ütősebbnek tűnt. De ez csak igen, olyan... de az azért, mert régen volt, azóta ittunk nem. Már mert hány... 10 Csernicki botit. Tudod, nem az a kérdésem, hogy én hány labot főztem le. Te hány savanyút ittál azóta, hogy először kóstoltad? És ez sokkal fontosabb kérdés. Hát 20-nál biztos többet. Na, technoláma. Mi az évjárat? Hol járunk? Évileg. Ezt, amikor csináltam ezt a sört, akkor úgy gondoltam, hogy majd most ezzel meg fogom reformálni a teljes söripart. Egy ambiciózus kezdés. Nézd. Ambiciózus kezdés. Nem sikerült. Nagytarcsai Dreher Antaltól. Egyébként szerintem vannak olyan erőnyei, vannak olyan... Basszus, de érdekes. Mi is ez? Ez egy session ipa. Ez egy session New England-szerűség. Az a baj, hogy annyi nem, ilyen tárkonyos, már mindenféle kavarog. Nem, haver, ha ezt valami fölírja onnan az asztalról, akkor valami baj van. Baj van? Halálodig. Az a baj, meg kéne innom ebből most 2. Ez nem baj. Mikor egy sörgyártó ezt hallja, azt mondja, that's the plan. A felöpés támogató. Mármint, hogy... Nem. Ez a hibrid? Ügyes vagy. Ez az, ami nekem most már nem tetszik, hogy... Na. Hogy... Illatában nagyon nagyot megy. Illatában nagyon nagyot megy, és akkor bejön ez a kásás búza dolog. Na, az van, ebben az a trükk, és ez 2-3 évvel ezelőtt úgysem mondtam volna, de azóta meg. Nem reformálta meg a sörpiacot, úgyhogy végül is, what the fuck. Ez búza élet. Talán nem véletlenül. Búzaélesztő van. Tehát ez egy session IPA, ami búzaélesztővel van leerjesztve. Szerintem egyébként továbbra is kurva jó. Tehát, hogy érdekes? Mennyit tudnál csak ebből meginni? Bármennyit. Szívesebben innék meg bármennyit West Coast IPA-ból, az a baj, de ez csak engem minősít. Azt tényleg, nem, azt tényleg baj, akkor valamit elbasztam. Bocsánat. Hol árulják az esti kornél sört, amúgy, amit nekik csináltál? Hát a webshopunkon. Tehát azt te árulod igazából. Igen. Kóstoljátok meg az esti kornél ez jobb. Zenekar sör. Szerintem ez jobb. Kicsit ilyen,
nem, akkor már szerintem az jobb. Tehát az valahogy komolyosabb. Kóstoljátok össze. Kóstoljátok össze a kettőt, és vegyetek még egy-két szauert. És rekedje pólót, nem. Zoknit. Nagyon szép zokniai vannak. Heavy és van, sörnyitót, heavy és sörnyitót. Nekem az komlósabb volt. Ugyanannyi komló van benne, benne, más komló van benne. De ugyanaz a bajom a kettővel, hogy nekem ez a, ez a kásás érzetű búza, jó, lehet fogadni. Nem illik hozzá. Kívánok valami tisztát. Elmondom, hogy mit, elmondom, mi volt a motiváció, hogyha érdekel szakmailag, hogy mi volt a motiváció a dolog mögött. A pénzkereset. Ja, aha, végül is rövidre is zártuk ezt a kérdést. Egy jó sour shower, ugye ebben az van, hogy ebben megy püré, és megy sürítmény is van. Ugye a sürítmény az sokkal intenzívebb ízt hoz, de az egy viszonylag semleges dologgal erjed, ugyanis fölhigul, és utána, mivel a fagyasztással érik el a sürítménynek az állagát a, és a koncentrációját, ezért tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy víz, vizet adsz hozzá, sört, onnantól kezdve ez csak egy higított dolog, ami utána kierjed. Viszont a püré az ad hozzá egy mouthfeel-t, tehát ezt a kompótosabb, picit ilyen jelenlétet a szádban, azt a püré határozza. Egyik az íz, másik az illat. Egyik az íz, másik az mouthfeel, de igen. Ez elvileg egy... És ugye, bocsánat, még mielőtt bármit mondasz, ebben az volt a, az alapvető, engem nagyon sokat baszogattak az elmúlt 10 évben, amióta főzünk sört, hogy miért nem csinálunk meggyes sört, és mindenki azt várta, hogy csináljunk egy... Nem csináltál meggyes sört? Ez nem, mert mindenki azt mondta, hogy jó, édes, és ugye a meggy az a kurva... bocsánat már, hogy azt lehet eladni. Hát igen, van. Ezért mondom, igazából igazad volt, a pénzre megyünk rá, mégsem volt ilyenünk, és ez se édes. Ez is egy... Nem véletlenül hívják úgy. Zoltánt érdemes bántani, mert a szívére veszi. Persze, hogy ne. Csak úgy, hogy dolgozol, és nincs semmi hatása. Az ki a faszt érdekel, érdekel. Kafé. De hogy ez egy... De szép. És ez full savanyú, savanyú, mert szerintem a megy, tehát hogyha egy gyümölcsös sört csinálsz, akkor jelenjen meg a gyümölcsnek a karakterisztikája. És a megy, az akárki akármit mond, az soha nem édes. A megy az egy savanyú dolog, bazd meg. És ez egy savanyú sört. Nem olyan savanyú szerintem. Hát ez egy, azért elég savanyú. Ez egy szolid. Én, és édesebbre emlékeztem, és olyan pastry-sebbre emlékeztem. Nem, ebben soha nem volt semmi, se laktóz, se semmi. De ugyanakkor nagyon szép. Szerintem hát, egyébként... Ezt is bekereteztetném, ez gyönyörű. Köszönöm szépen. Ha már másodt nem tudsz róla ez mondani. Ez gyönyörű, de... De nem. De furcsa, hogy nem, miért nem csináltál meggyest mindenki? A nyíki sor is... megalkotta ezt. Ezért. Ha valaki... Látod, most megkérdezted, megválaszoltad. Akik nem tudnak egy stoutot nem tudtak megfőzni, öregem, olyan, hát ennél volt kicsit sötétebb, de nem sokkal. Igaz, Józsi, így volt. A Nemzeti Múzeum igazgatójának káporlásnéki érdekessége. Igen, a honlapon is, ott volt a fotó, és már ott is világos volt a stout. A fotón, a reklám fotón. A sok retardált között egy nem volt, aki látott már életében stoutot, de azért megfőzték, eladták. Biztos nem fog bezárni a sörfőzdet. 6,5%-os brown ale, ez az első sörünk volt, és ezt viszont biztos, hogy nem meséltem el. A régiónás időben? Ez a ravaszhód. Ja, ez a legendary, én nem ittam. Ha, Zoltán! Várj. Annyit hadd mondjak el, hogy a címkéről annyit hadd elmondani, igen. Hogy ez a nagypapám, aki már meghalt. Isten nyugtassa. Igen. És legyen ő, neki könnyű a föld. És hasonló közhelyek. Ő van rajta, majd egyszer elmesélem. Anyai vagy atyai? Az öreg reketje? Igen. Ő az öreg reketje. Aki egyébként a buxusról magyarosított. Nem. Aki egyébként a rajzszögeket szórt a biciklikerekek alá. A papó. Fiatal. Ez a gyerekkora. Mivel foglalkozott a papó? Kérlek tisztelettel, a Budakarász Lenfonónak volt hosszú évek után a vezérigazgató helyettesig küzdötte föl magát. Hoppá. Egyébként itt ezen a... Te meg már úgyis ismered, Józsefnek meg... Én ismerem, jó, József. Egyébként ez egyébként, szerintem ez nem lesz jó. Mert ahhoz képest, amilyen brown ale-t én a Trysil Brüggeriben ittam Norvégiában, ahhoz képest annál jobb lesz. Megközelítésében szép amúgy, szép a
hab. Mint ez egy ilyen... Nekem nem. Érzelmek is vannak, de... Vannak. De én érzem ezt az ilyen öreg uras. Kicsit szilvás, kicsit diós. Kicsit öreg uras? A trűszilé az... Jó, de az... Azoknak nem vitték el a nagyfaterját 4 évre. Internálni? Igen, egyébként az volt a neve alapvetően a sörnek, hogy The Long Walk. Mert ebbe akkor ennek a sztoriát elmesélem. A papa Budakarászon besorozták Leventének, és a kiképző tisztje a háborúnak a legvégén, német kiképző tisztje már látta, hogy mi lesz 44-ben, hol fog ez kifutni, és azt mondta mindenkinek, hogy rendben van, itt van neki ez az egység, 16 éves gyerekekkel, és visszaviszi őket Németországba kiképzésre. És így jött a front, ő pedig ment előtte. És egészen sokáig eljutottak. Van itt egy kenyeres zsák a papának a nyakában, egy darab kanállal, és a... Gyalog mentek Németországba? Aha, fel egészen a Balti-tengeri. És nem volt semmi ételük, tehát hogy a krumpli földekről kaparták ki a dolgokat, és a kenyeres zsákjuk ott volt, és itt van egy kanál, és egész kurva gyermekkoromban azt hallgattam a nagyfatertől, hogy egyed meg, ami ott van a tányérodon minden, mert hogy neki egy bezzeg, amikor egyszer volt, és hogy amikor meneteltek, akkor találtak egy lebombázott vonatot, ami cukrot szállított, és megpakolta a kenyeres zsákját cukorra, és volt egy kanál, ami a nyakába lógott, és reggel, meg este egy kanál cukrot evett, és ezzel élte túl tulajdonképpen az és egész. Nem az underpeket, hogy hú, fehér gyilkosok, liszt, cukor, és fogkrém. Igen. Ajaj. Hát, hogy így üzenem a Sorbert Norbinak. Egyesek túlélték azon a könnyen hasznosítható szénhidráton az életüket. Na és akkor mi lett? Hát vége lett a háborúnak? Az lett, hogy igen, tehát hogy menekültek a front elől, kikerültek. Nem jutottak el. Hidegvérű gyilkossal. Vége lett a izének, és körülbelül 2 évig mentek fölfele, vége lett a háborúnak, és elindultak visszafele. És elindultak gyalog visszafele, és a Csehországban, meg Szlovákiában, akkor Csehszlovákiában, de mindegy, a lényeg, Lengyelország végén, ami Csehország, Szlovákia estében. Morvaország. Igen, ott megállították egy körülbelül 6 hónapra jóvátételi munkaszolgálatra, mondták, hogy magyar vagy, na, akkor te rossz oldalon voltál a fasznak a háború végén, akkor gyere, akkor dolgozzál, mert itt éppen szántani kell. Majd utána mentek tovább, akkor a magyar határtól egy, nem tudom, 30 kilométerre megint megállították egy fél évre, és utána a legviccesebb az egészben az, hogy, és nem tudom, hogy ez legenda vagy valóság, de... Mert nem volt elég hiteles neked a nagyfatár? Nem, ez az egész sztori, a vége. A vége az az, hogy amikor befutott a keletibe, vagy nem tudom hova az utolsó, és nem tudott a családja róla semmit. Heten voltak testvérek egyébként, 4 fiú, 3 lány, és, és ő a negyedik gyerek volt, tehát 3 bátyja volt, egy meghalt menet közben, tök mindegy. Na, az anyja nem tudott róla semmit, nem tudott neki írni, nem tudott neki semmit, és pont kint volt az anyukája, az én dédnagymamám a vonatállomáson, amikor ő hazaért, mert valaki más miatt kiment, és ott találkoztak 4 év után először. És megismerte? Na, köszi szépen. Én egyszer voltam egy gyerektáborban Röjtök Muzsajon, 2 hétig éheztettek, csíptek, azt mondja, anyám alig ismerte, azt mondja, úgy néztem ki, mint egy fogolytáborból jöttem volna, és másokat ugyanígy traumatizáltak. Az érzékeny Winkler Robert mára befejezte a szörnyű hatását. Szörnyű volt!